nem számítottam rá, hogy ilyen jót úszok, nagyon hirtelen jött, és nagyon örültem neki, mert ugye a versenyen nem ment az úszás. Nagyon nem volt erőm, a technikám az megvolt, de egyszerűen nem tudtam úszni, nem volt semmi energiám. Úgyhogy utolsó napra pedig valahogy föltámadtam, és visszajött. A selejtező, és akkor délután 5-től kezdődött, akkor volt a elődöntő, és 7-kor vagy 3-7-kor volt a döntő. Melyik tesónál voltál? Egyesen úsztam a surranó pályán, úgy szokták nevezni a két szélső. És milyen volt a beugrástól? Föl tudnád idézni? Jó volt, de azt mondták, hogy 25-nél még második voltam. Mm-hmm. Utána lemaradtam, de rajtamon kell még javítani, mert mögöttem ült egy magyar versenybíró, ő is kijött, meg két versenybíró jött ki, egy nő, meg egy férfi, és mondta, hogy a rajtom, amikor beleugrok a vízbe, a lábam lecsapódik, és az időveszteség meg lassít. És elindultál? Tehát a láb magyarul? Nem, az baj, hogy meg kell feszíteni, és akkor nem csapódik bele a vízbe, vagy nem tudom, hogy kell, mert nem szokunk nagyon fejesezni. Majd mostanában már igen, de... Na és akkor végigmentél, és a... Mikor voltál második? Az első végén? Tehát az első osz végén? Az előbb azt mondtad. Nem, 50-et úsztunk, és a felénél, a fele fábnál voltam második. Én nem láttam, mert ugye az nem egyszerűen úsztam, nem Ádám is, hanem a Csabi mondta, az Alágerszegi edző. Aha. És tudod, mit csodálkoztam? Heti menetrend. Hogyan? Hétfő reggel lincsítés, az az öt, csak járom. És reggel, minden reggel úszok, hétfőn, és 6-ra szoktam jönni, de mivel magántanuló vagyok, és a Sándor ráér, akkor jöhetek 8-ra is, és akkor edzek egy 3 órát. Úszok egy másfél órát, erősítek másfél órát, és akkor utána megyek suliba majd. Itt vagyok egy 3 órát, szeljövök vissza 3-ra, és akkor 3-től 5-ig minden délután. Suli az mit akar nálad, Batthyány? Batthyány. Most leszek majd 10-es. Ja, azért mondta a sajt.